Keszthelyi térségben található hegyek ölelésében igazi kincsekre akadhatnak a kíváncsi szemek. Mai adásunkban betekintést mutatunk a történelmi emlékekkel és remek turisztikai lehetőségekkel megáldott kis település életébe, történetébe. Ismerjék meg velünk a szomszéd portáját, Vállust! Vállus a keszthelyi fennsík délkeleti részén egy hegyoldalon fekszik Tapolca és Hévíz között. A település központjába Várvöltől délnek egy bő másfél kilométer hosszú mellékúton lehet eljutni, majd a középponttól tovább haladva ugyanez az út korlátozott forgalmú erdészeti útként egészen Balatongyörökig folytatódik. Vállus egy igazi falu, ahol mindössze alig 140 fő éli mindennapjait. 130 lélekfőtől a statisztikai 127 főig ez állandó mozgásban van. Igazából gyermekek, 14 gyerekünk van, idős korosztály az 20-24-26 fő között mozog, mert az is olyan, hogy még most itt lakott, aztán közben gyerekek elviszik, mert gondozásra szorul, tehát ez is állandó mozgásban van. Nyilván az elhalálozás miatt is nagyon, hogy mondjam, heterogén az egész népességünk. Tehát ilyen értelemben most már én például 64 évesen nem mondhatom magamat öregnek, mert akkor baj lesz. Tehát úgy kell élnem, úgy kell viselkednem, mi a fiatal lennék, tehát nem könnyű ez, de így kell. Vállus utcáit járva főleg régi építésű parasztházakkal találkozhatunk, ahonnan a rendben tartott udvarokról kutyák ugatása kíséri útján az errejárót. A faluban sok turista fordul meg, mégsem találkozhatunk szállásadó helyekkel. Ennek az egyik oka, hogy az itt élők és ide költözők nyugalomra és a természet közelségére vágynak elsősorban. Isten, Isten! Kedves egészségünkre! Valamennyiünkre! Kedves egészség! Egészség! Tóth László 3 éve költözött a községbe. Közel 80 éves, ám ez egyáltalán nem érződik rajta. Elmondása szerint azért, mert nem fogyaszt csak nyers ételt. Magvakat és gyümölcsöket szokott enni. Szerinte nagyon fontos, hogy tiszta levegőt és sok oxigént lélegezzen nap mint nap, hiszen ez is a hosszú élet egyik titka. Na ezért választottam el, és ezen is küzdök, és ezt is szeretném, és ezt kérem a polgármester úrtól is, és valamennyiünk, akik itt élünk ebben a 130 lélekszámmal, úgy tudom, tegyük ezt, és ha ezt meg tudjuk őrizni ennek a falunak, hogy csend, rend és jó levegő és tisztaság van, akkor ez sokat fog érni. Most még lehet, hogy nem díjazzák azon a fokon, de a jövő ebbe az irányba mutat, az egyértelmű. És én nem is magam miatt, hát persze még itt vagyok én is, hanem a jövőm számára a gyerekek. Én úgy is vettem az egészet, az ő nevükre van, és próbálom nekik eljutatni, hogy ezt el ne adjátok. Majdnem, hogy írásba kellett volna, hogy nem eladó. A falu lakossága egyre inkább elöregszik, hiszen a fiatalok számára nem feltétlenül a nyugalom a legfontosabb szempont, amikor lakhelyet választanak. Ugyanakkor érdekes, hogy külföldről, Németországból költözött egy fiatal pár Vállusra, új életet kezdve a természet közeli faluban. Tavaly augusztusban költöztünk Vállusra Berlinből, mivel 3 gyermekünk van, és úgy gondoltuk, számukra és számunkra is fontos, hogy közelebb legyünk a természethez, és egy nyugodt környezetben éljünk. A faluba érve és Vállus utcait járva azt gondolná az ember, hogy a földművelés vagy a vadászat lehet az itt élők legfontosabb tevékenysége, mivel az erdő és a szántók élesen váltják egymást a láztető tövénél. A Váluson élő emberek a régi rendszerben is, meg a gyakorlatilag az elmúlt évek során is ingázás volt a fő szempont, tehát igazából valahova a környező városok mentére vagy városokba jártak el dolgozni, ezt nevezzük ingázásnak, és munka után ugye természetesen még a régebbi időkben a háztáji munka volt a második munkafolyamat, ebbe beletartozott akár a szőlőművelés, ami a várvölgyi
hegyvidéken található szőlős birtokokon végezték a válusiak. Válusnak kimondottan nagyon kicsi szőlőterülete volt, az már nem is létezik. Igazából csak a földhivatali nyilvántartásban szerepel még. A háztáji gazdaságot úgy értem, hogy abban ugye sertés, tyúk, libák, kacsák nevelésével foglalkoztak igazából, és a háztáji kiskerteknek a úgymond gyümölcs, vagy éppen a zöldséget termelték meg, tehát mondanak itt a burgonyától elkezdve a paprikáig bezárólag. Manapság ez már gyakorlatilag teljesen megszűnőben van. Igazából már sokszor megfogalmaztam magammal, hogy ilyen kis albufaluvá váltunk, hogy elmegyünk dolgozni, és hozzájövünk, megnézzük a tévét és elalszunk. Bár a Balaton távolabb fekszik, a vízpartot helyettesíti a turista útvonalakkal átszőtt csodálatos táj. A középkori pálos kolostor legendája. Balaton egyik legkülönlegesebb kilátója. És a rengeteg látnivaló a faluban, hiszen itt minden szobornak és emlékhelynek különleges története van. Vállusról az első feljegyzés 1121-ből való, amikor az almádi monostor megkapta kegyes ajándékként a királytól. A falu lakossága már a kezdetektől fogva római katolikus vallású, erre ékes bizonyíték a központban álló 19. században épült templom is, melynek Szent Mihály arkangyal a védőszentje. Az önkormányzat 2006-ban újította fel a tetőszerkezetet és a falazatot, majd 2008 őszére a külső és belső rekonstrukciót követően mintegy 14 millió forintból újult meg a falu hitéletének központja. Nem 100% az eredeti technikával sikerült a restaurálás, nyilvánvaló, az már nem az a technika, de a szakemberek által megfogalmazott mondatokban az rejlett, hogy igazából ez a szekó, ez a világon egyedülálló, mert nem egy művész tudás szerinti alkotás, nem egy csoportnak az alkotása, hanem igazából az ő véleményük az volt, hogy a valamelyik pálos szerzetesnek a kézi munkája. Tehát igazából ezért valószínű, hogy nem találunk már ilyet a világon máshol. Több helyi nevezetesség, így a pálos kolostor is a fák közt meghúzódva várja, hogy felfedezzék. A Keszthelyi hegység rengeteg látnivalóval és érdekességgel várja azokat, akik belépnek a fák közötti varázslatos világba. A kimeríthetetlen túra lehetőségek mellett a környék erdélyei méltán híresek a vadvilágukról is. A Keszthelyi hegység gyönyörű vonulatainál ugye lehet látni a Balatont, a körbeülelő városokat, ugye Keszthelyt, Hévíz, valamint a Balaton felvidék tanúhegyeit is láthatjuk egyes domborulatokon. Igazából a magyarországi faunában ugye megtalálható gímszarvas, őz, vaddisznó, illetve elvétve még muflonnal is találkozhatunk itt a Keszthelyi hegységben, turista ösvényeken. Ezeken kívül madárfajaink a szajkó, szarka, akkor fácán, valamint nagyon sok énekes madarunk van. Ezen kívül ugye tavaszi vendégünk az erdei szalonka, az is egy gyönyörű látvány. A vállusról kiinduló medvehagyma tanösvény 15 állomáson keresztül tárja fel a környék nevezetességeit, szépségeit. A faluból kiérve, ha követjük a Balatongyörök felé tartó erdészeti utat, először egy vadászlakkal, majd később a tanösvény egyik állomásával, a Büdöskúti pihenőhelyjel találkozhatunk. Rengeteg turista látogatja, hétvégén főleg természetesen a pihenőidőbe veszik igénybe. Ez a Bakonyerdő ZRT-nek a
pozitív hozzáállása volt a történetnek a lényege, tehát úgy kezdődött, hogy a négy településnek volt egy ilyen fejlesztési szándéka, elképzelése, tervei, és a Gyenes Diás ugye a látogatóközponttal rukolt elő, Balatongyörök a két kilátóval és a pihenőhelyel. Vonyazvas egy a Cserikapu pihenőhely játszótér kialakítását építette meg ebből a projektből, Válus meg a Láztetői kilátót és a 4,5 kilométeres talösvényt, ami ide ér ki gyakorlatilag, és így ez egy több mint 300 milliós projekt volt. A Büdöskúti pihenőhely egyik különlegessége, hogy ezen a ponton ér össze az említett települések közigazgatási határa. A partnerközségek lakói a jelenlegi körülmények között több mint 20 kilométeres kocsikázással érhetnek Válusba, míg az erdőn keresztül kevesebb, mint 10 kilométer választja el a településeket. És ezt szeretnénk, ezt az útszakaszt gyakorlatilag felújítani, átépíteni a mai elvárásoknak megfelelően, bicikli úttá és vegyes úttá, hogy ezt mai kornak megfelelő eszközökkel lehessen használni és lehessen rajta közlekedni. A tanösvényen tovább haladva újabb és újabb legendákkal és történetekkel találkozhatunk. A fák közt meghúzódik többek közt egy laktanya, ami a 80-as évek végétől elhagyatottan áll. Ehhez a katonai létesítményhez kapcsolódik a válusi kutyatemető históriája is. A történetek szerint a honvédeket kutyák őrizték a laktanya kerítésén belül. Egyikük, Vulkán, egy alkalommal valahogy kiszökött a drótháló alatt, egy vadász pedig agyonlőtte. Hű barátjuknak sírt emeltek a katonák, majd ezt a szokást folytatva temették Vulkán végső nyughelye mellé a többi szolgálatot teljesítő ebet. A medvehagyma tanösvény Válushoz tartozó részén található a Szent Miklós kúti pálos kolostor. Arról, hogy valaha emberek éltek az erdőben, csak néhány avar alatt megbújó, megmunkált kődarab árulkodott először. Ezeken a nyomokon elindulva a Válusi Önkormányzat, a Göcsei Múzeum és a Balatoni Múzeum pécsi régészhallgatók részvételével ásatásokat kezdett végezni, melyek során több csontvázat is találtak. Így került napvilágra a kolostor. A pálosok a földnek a kisugárzó helyét keresték, és ahol vízforrás volt a területen, ott telepedtek meg. Hát így a kolostor alatt, vagy a terület alatt gyakorlatilag itt van a Szent Miklósi forrás. A hegyoldalak találkozásánál mély árkot vájt magának az elmúlt évszázadok során a Szent Miklós forrás vize. Azt, hogy a kristálytiszta iható víz honnan jön, egyelőre nem sikerült kideríteni. Az elbeszélések alapján a pálosok a forrás környékénél létesítettek egy halas tavat, hiszen az emelkedőről lefolyó esővíz is ebben a víztározó területben gyűlt és gyűlik most is össze. A tanösvény végső állomása felé, a hegyre felérve szemünk elé tárul a 380 méter magas Láztető csúcsára felépített kilátó. A 16 méteres fagerendás épület az egyike azon kilátóknak a Balaton közelébe, ahol a panoráma főszereplője nem a magyar tenger. Nekem ez egy régi álmom volt, úgy kezeltek ezzel az álommal, tervel, hogy nem lesz ebből soha semmi. És ne. Itt áll a kilátó. Én ezt 2006-ban a ciklusprogramomban felolvastam. Az már most volt. És valójában itt vagyunk, és rengeteg a látogatója. Hatalmas élménnyel jönnek, mennek az emberek, mert egy különleges táját mutat be. Thank you.
Válus egy igazi, autentikus kisfalu, ahol a lakosok gyermekkorát főleg az erdők felfedezése színezte. A helyiek úgy ismerik a környék hegyeit, mint a saját tenyerüket. A céljuk az, hogy ezt a szépséget, a természet csodáit a turistákkal is megismertessék, de más vonzerőt is szánnak a falujuknak, hiszen Válus egy olyan hely, ahol folyamatosan zajlanak a fejlesztések. A fejlesztéseknek a most a legfőbb része ugye a csapadékvizes pályázatunk, ami igazából most már fizikálisan gyakorlatilag elkészült. Műszaki átadás megvolt, most már csak garanciális javítások vannak vissza, majd az út fejlesztéssel kell, hogy kiegészüljön, és akkor kapja meg a teljes elképzelés szerinti környezetet. Csatlakozik hozzá majd egy Balatonfejlesztési Tanács által kiírt pályázat, ami sikeresen pályáztunk, és ennek a parkosító pályázatnak a úgymond az utolsó pontja lesz, tehát a koronája lesz ennek a projektnek. Virágosítás, zöld sövény, úgymond ilyen örökzöldek kitelepítésével próbáljuk most jelenleg egy ilyen beton útszegélyt egy kicsit szelídíteni a környezetünkhöz, mert igazából mi ezt a zöld övezetet szoktuk meg, ami egyébként is körülvesz bennünket, úgyhogy ezért ez nagyon fontos számunkra. A Keszthelyi térségben található hegyek ölelésében igazi kincsekre akadhatnak a kíváncsi szemek. Válus hegyi útvonalai, barátságos lakosai és romantikus utcái a jövőben is vonzani fogják a láztető lábához kikapcsolódni érkező turistákat, és a reményeik szerint a nyugalomra és tiszta levegőre vágyó fiatal párokat is.